Van még egy kérdésem. Amint fent, úgy lent, amint nagyban, úgy kicsiben. Tehát gondoljuk arra, hogy társasjátékozunk. Igen. Lemegyünk a kinevet a végén társasjáték szintjére, ahol ugye úgy tudsz kijönni a startmezőből, ha egyest vagy hatos dobsz, igen, tudsz haladni előre, lehet győzni, lehet elsőnek lenni, lehet kiütni a másikat, tehát gyakorlatilag a fizikai valós életünk egy kicsit le van butítva egy kétdimenziós tábla és néhány bábunak a szintjére, és a törvényeink is jobban le vannak szabályozva, egyese hatossal lehet, igen, kijönni. És amikor ott kiütögetjük egymást, vagy az egyik győz, másik veszít, akkor gyakorlatilag amit az életben csinálunk. Jó, oké, megvan az, hogy amint nagyban, úgy kicsiben. A kicsi ilyenkor ugye a társasjáték. Mi van akkor, hogyha mi is az univerzumnak egy játszó szintere vagyunk? A lélek örök, a lélek hatalmas, mindig mindenről tud, és ugye látszik egy társasjáték a Föld nevű planéta formájába, és én azt mondom, hogy ezt a rendkívül színes, mindenhova kiterjedő örök lelkiséget, szellemiséget most bezárom itt egy testbe, és elkezdek játszani a földi játékszabályok szerint. Tehát én ezt így képzelem. Igen. Tehát, hogy én, jó, mint magas van szintű szellem, jövök, megyek a nagy mindenhol, univerzumban, igen, ahol egyek vagyunk, és ugye Unión. Igen, mert ez nekem így tetszik, szépen, én le akarok menni, mikor éppen hogy lehet, most éppen elvileg szülésen keresztül lehet, de mondjuk portálon keresztül, bárhogy oda keletkeztetem magam, és elkezdem játszani azt az univerzumhoz képest egy lebutított, leegyszerűsített játékszabályt. Tehát én ezt így képzelem, azon kívül úgy képzelem, hogy ez egy rezervátum itt az univerzumban. Egy izgalmas terület, aminek megvannak tényleg a saját játékszabályai, és hogy erre vigyáznak, ahogy mi is vigyázunk kisebb szinten a saját rezervátumainkra, parkjainkra, játszótereinkre. Tehát, hogy mi játszótere vagyunk tulajdonképpen, igen, valakinek. Igen, igen, valakinek egy vagy saját magunknak, igen, hogyha, igen, magasabb szintről nézem. Végül is ez már két kérdés, tehát az egyik, hogy jól érzékelem-e ezt, hogy egy nagyobb játéknak vagyunk része. Egy leegyszerűsített formában, vagy egy nagyobb életformának vagyunk egy egyszerűsített formájában. Igen, én nem vagyok ilyen spiris. Igen, de képzeljétek, hogy már megfordult a gondolat a fejembe, amikor ilyen, tudod, itt-ott vannak problémák, tudod, a világon, akárhol, tök mindegy, másik oldalon, hogy nem lehet-e, hogy mi, ez az egész világ egy olyan, mint egy ember, nem alakra, csak olyan, és úgy, ahogy neked hol a vessét fáj, hol valami, így a földön ugye, is ugyanúgy. A földön is, igen, vannak ilyen kis gócok, amit meg kell gyógyítani. Így van. Vagy amit helyre, mondom, biztos, hogy valami ilyesmi lehet, mert egyébként ez lenne a normális, hogy egy, nem biztos, hogy egy ilyen, bár látjuk föntről. Születés. Tehát ez már igen lesz, igen lesz. A teória első része, ugye az első kérdés az, hogy ez a játékelmélet, hogy egy nagyobb dolognak vagyunk a játszó tere, tehát ahogy hozzánk képest van egy társas játék, mi úgy vagyunk egy nagyobb létezéshez. Igen vagy nem? Bizony igen. Bizony, igen, igen, és a titok a születésben van. A gyermek még ezt tudja, hogyha megkérdezed, igen, tudja, sőt, a te gyermeked is tudja, vagy tudta, csak ugye kineveltük belőlük, és nagyon-nagyon komoly szabályai vannak. Van. Nem lehet csak úgy jönni-menni. Igen. Ez rendkívül módon le van korlátozva. Vannak ilyen? Azt lehet érzékelni. Ezen a csillagon ez a szokás. Az az összpontosított lényrendszer, aki a Földön él jelenleg, annak megvan a saját játékszabálya, és neked akkor
azzal együtt kell működni, amikor ha ide beenged. Be akarsz jönni. Igen. Igen, igen. Tehát most ez éppen elkezdünk kinevet a végén nézni, és akkor így mindjárt, hogy nem jó a játékszabály, majd én most kitalálok egy másikat. Nem. Hármassal is lehet kilépni a startmezőből, és nem kell a végén csak úgy, hogy pont úgy jön ki a célmező, tudod, hogy... Igen, na, igen. Csak beállsz pontosan a helyedre. Pontosan a helyre, hanem ha már átléptem, akkor az is jó. Érted? Igen. Tehát ugye akkor hozok új szabályokat. Nem lehet. Itt szabálytörvények vannak, azokat be kell tartani. Kész. Ez itt a föld. A igen. gyermek, a csecsemő még tudja, ha tudnánk vele kommunikálni, igen. akkor lehetne. És a te gyerekeket, hogy az én gyerekeket hallani, hogy a csecsemők igen. még benne vannak abban. Hát, 7 éves a más korig, világ, 7 éves más fajta világban. És aztán azok, hogy emlékezett határ alatt vannak. Egyszerűen törlődik, gyakorlatilag ilyen 7 éves kor körül törlődik egy csomó minden, és azért